természetes lendülettel veszi ki a gyógyszerész a készítményt a fiókból. Nem kell a dobozon feltüntetett szavatossági idővel foglalkoznia, hiszen az eladó térben csak a beszedhető pirulákat tarthatják. A gyógyszertörvény értelmében a gyógyszertár működtetője a forgalomban már nem hozható, nem megfelelő minőségű, lejárt gyógyszereket környezetvédelmi jogszabályokban foglaltaknak megfelelően köteles megsemmisíteni. Saját otthonunkban található házi patikánk tartalmáért azonban mi felelünk. A dobozon lévő dátum jelzi számunkra a hatóanyag biztonságos felhasználásának határidejét, a lejárt gyógyszereket tilos beszedni, komoly egészségkárosító hatásuk lehet. A gyógyszereket addig lehet biztonságosan felhasználni, ameddig a dobozokon, illetve a csomagoláson jelzett lejárati idő ezt megengedi. Abban az esetben, hogy ezt az előírásoknak megfelelően tárolják, gondolva itt arra, hogy bizonyos gyógyszereket hűtőben kell tartani, jellemzően ezek szirupok, illetve esetleg injekciók, vagy szobahőmérsékleten, ami úgy nagy általánosságban vonatkozik a gyógyszerekre, ezek általában tabletták. Itt azért érdemes azt megjegyezni, hogy ebben az esetben a szobahőmérsékleten özendő egy gyógyszer, akkor azért arra figyelni kell nyári időszakban, ne maradjon autóban, táskában, ne ére közvetlen napfény, tehát ez a szobahőmérséklet nagyjából 25 fokig tart. Dr. Zajácz Tamás elmondta, a gyártók a gyógyszerek lejárati idejének meghatározásakor szigorú szabályokat követnek. Megvizsgálják, hogy egy adott készítmény mennyi ideig hatékony, mennyi idő után keletkeznek olyan bomlástermékek, amelyek egészségkárosító hatásúak, illetve a hatóanyag mikor csökken olyan szint alá, amikor az elégséges mellékhatások előfordulási esélye magasabb, mint a készítmény által kiváltott jótékony hatás. Ha ilyen gyógyszerrel találkozunk az otthonainkban, forduljunk a gyógyszertárhoz. Magyarországon minden közforgalmi gyógyszertárban van lejárt gyógyszergyűjtő, hulladék gyűjtő doboz. Ezek az egyik gyógyszer nagykereskedő által karbantartott dobozok, ami azt jelenti, hogy időszakosan ürítik, illetve újakat hoznak. Ezekbe a dobozokba lehet visszahozni a lejárt gyógyszereket, és ezeknek a megsemmisítéséről utána biztonságosan gondoskodnak. 2005-ben indították el az országban a rendszerezett gyógyszer hulladék visszagyűjtési programot, és évről évre folyamatosan nő a gyűjtőpontok száma. Napjainkban mintegy 3000 gyógyszergyűjtő van kihelyezve az országban.